Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Király Noémi vagyok. Ma január 15-e van, a Lórántok és a Lorándok ünneplik névnapjukat. 114 éve megszületett Teller Eden magyar fizikus, az atombomba egyik kifejlesztője, a hidrogénbomba program irányítója. Pontosan 400 éve ezen a napon született Molière, francia vígjátékíró és színész, és 161 éve szabadalmaztatták a gőzzel hajtott liftet. Lássuk, melyek a mai nap kiemelt hírei címszavakban. 12 óra alatt 250 ezer fiatal regisztrált a 100 eurós állami támogatásra. Február első napjaiban indul meg a folyósítás. Az alkotmány igazságügyre vonatkozó rendelkezéseiről tartanak holnap népszavazást Szerbiában. Holnaptól visszaáll a korábbi munkarend a Királyhalom ásotthalom és a Bajmok bácsalmás határátkelőkön. Továbbra is 12 ezer felett alakul a koronavírus fertőzöttek száma Szerbiában. Ma este 11:30-kor véget érhet a Djokovic dráma. Döntést hoz az Ausztrál Szövetségi Bíróság. Mától regisztrálhattak a fiatalok a 100 eurós állami támogatásra. A 16 és 29 év közötti szerb állampolgárok január végéig igényelhetik a pénzsegélyt. Itt a név mellett meg kell adni a személyi számot, az igazolvány számot, továbbá a bank nevét, ahova az utalást várják. A jelentkezés megnyitásának első 12 órájában csak nem 250 ezre regisztráltak. A 100 eurós támogatásra jogosult legfiatalabb polgárok azok, akik 2022. január 13-án töltötték be a 16. életévüket. A legidősebbek pedig azok, akik január 14-én lettek 30 évesek. És mivel a törvény szerint még én is beleesek a fiatal kategóriába, ezért jelentkezem én is a 100 eurós támogatásra. Nincs más dolgunk, mint az internetes böngészőbe beírni az idp.trezor.gov.rs honlapot, és már is, ahogy ezt beírtuk, megérkezünk a szerbiai pénzügyminisztérium hivatalos oldalára, ahol egyből kidobja a lehetőséget, hogy jelentkezhetünk a 100 euróra. Nincs más dolgunk ezután, mint rákattintani a podnošenje prijave, vagyis a kérelem benyújtása ablakra, és most érkezett el az a pillanat, amikor nélkülözhetetlen lesz a személyigazolványunk. A rendszer először is a jömöbögös számunkat, vagyis a személyi azonosító számunkat kéri. Tehát tudjuk, hogy ez az a hosszabb szám az igazolványunkon, ami a születési dátumunkkal kezdődik. Rendben, ezt beírtuk, tehát ez 13 karakter volt. Ezután a rendszer kéri a személyi igazolványunk számát, vagyis a Braille-Lichne Karte. Ezt pedig tudjuk, hogy a rövidebb szám, ami a személyi igazolványunkon megtalálható. És ezután érkeztünk el ahhoz a ponthoz, hogy ki kell választanunk a bankot, ahova szeretnénk, hogy ezt a 100 eurós támogatást utalják. Itt pedig annyira rákattintunk, és több lehetőség közül válogathatunk. Kiválasztjuk a bankunkat, és ezután nincs más dolgunk, mint rákattintunk a posályi zachtev, vagyis a kérelem beküldése gombra. És itt megjelenik egy ablak, tehát proverite daliste uneli ispravne podatke. Tehát itt kéri tőlünk a rendszer, hogy még egyszer a személyi igazolványunk alapján ellenőrizzük le az adatainkat. Ez nagyon fontos, hogy meg tudjuk kapni a támogatást, illetve ellenőrizzük le még egyszer a bankunkat. És amikor ezt megint ugye átnéztük, és úgy is látjuk, hogy helyesen vittük be az adatokat, akkor Potfrudi címszóra rákattintunk, vagyis igazoljuk a bevitt adatokat, és ezután egy zöld ablak jelenik meg előttünk, amiben azt jelzik, hogy helyesen regisztráltunk a 100 eurós támogatásra. Tehát itt már biztosak lehetünk abban, hogy helyesen regisztráltunk, rámegyünk az átfori, vagyis a bezárás mappára, és ennyi volt a bejelentkezés. Amennyiben valakinek nincs bankszámlája, akkor csak ki kell választani a kívánt bankot a felsorolt lehetőségek közül, ahova szeretnénk, hogy az állam kifizesse a 100 eurót dinár ellenértékben.
Itt automatikusan nyílik majd egy folyószámla az utalás céljából. A pénzt pedig a kiválasztott bankban a személyi igazolvány felmutatásával lehet majd felvenni, emelte ki Sini Shamali szerb pénzügyminiszter. Hoćemo da pokažemo našu podršku mladima, onima na kojima ova naša zemlja na kraju krajeva i ostaje, da im pokažemo koliko su oni važni i da na takav način ispunimo i obećanje koje smo dali još krajem prošle godine. A szerbiai fiatalok a 100 eurós, vagyis a csaknem 12 ezer dináros állami támogatásra január 30-áig jelentkezhetnek. A pénz pedig február első három napján érkezik majd meg. Holnap népszavazást tartanak Szerbiában, amelyen mindössze egyetlen kérdésre kell igennel vagy nemmel válaszolniuk a polgároknak. Ez pedig a következő. Támogatja-e a szerb köztársaság alkotmányának megváltoztatásáról szóló törvény megerősítését? A szakértők szerint alkotmánymódosításra szükség van, az ugyanis fontos Szerbia európai integrációjához. 7 és 20 óra között összesen 6.510.233 választópolgár adhatja le szavazatát. A köztársasági választás A Választási Bizottságnak az urnazárást követően 96 órája van arra, hogy kihirdesse a referendum végleges eredményét. A szavazóhelyre magunkkal kell vinni a szavazó cédulát. Amennyiben ez nincs meg, de tudjuk, hol kell voksolnunk, akkor enélkül is részt tudunk venni a szavazáson. A személyi igazolvány, vagy pedig az útlevél azonban kötelező, hogy igazolni tudjuk magunkat. A szavazólapon a kérdés és a válaszok szerbül, illetve azokon a további nyelveken szerepelnek, amelyek hivatalos használatban vannak az adott községben. A szavazóhelyeken továbbá kötelező a maszkviselés. Előzetes eredmények, amiket nehéz megjósolni, hogy mikorra várhatók, ez tehát községenként változni fog. Attól is fog, hogy mekkora községről beszélünk, milyen gyorsan tudják majd a szavazatszedő bizottság tagjai és a helyi választási bizottságok a beérkezett eredményeket feldolgozni. Előzetes eredmények hétfőre biztosan lesznek, a végeredmény pedig csütörtökön este 8 óráig fog hirdetni a köztársasági választási bizottság. A népszavazás nem kíván most az új törvény szerint minimális részvételi arányt, akkor tekintendő elfogadottnak ez a kérdés, amit feltettek, ha 50% plusz egy ember igennel válaszol. Fontos nap a holnapi. Minden választópolgár járuljon az urnák elé és támogassa az alkotmánymódosítást. Erre biztat mindenkit Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség és a tartományi képviselőház elnöke. A Tanyuk hírügynökségnek adott interjújában arról beszélt, hogy azért kell támogatni a módosítást, mert ezzel közelebb kerülhetünk az általános célhoz, a teljes bírói függetlenséghez. Mindenki éljen a szavazati jogával, a holnapi nap fontos, szögezte le Pásztor István. A Királyhalom Ásotthalom, valamint a Bajmok Bácsalmás határátkelőhely az ünnepek elmúltával holnaptól újra a megszokott időben 7 órától 19 óráig működik, közölték az illetékesek. A többi átkelő az eddig megszokott rendben tart nyitva, így egyebek között a Horgos-Röszke autópálya határátkelőhely és a Kelebia Tompa átkelő 24 órában, a Horgos-Röszke közúti átkelő pedig 7 és 19 óra között működik. Az utazók az összes határátkelő nyitvatartás valamint a várakozási időkről a polisz.hu oldalon is tájékozódhatnak. Tegnaphoz képest némileg csökkent az egy nap alatt nyilvántartásba vett koronavírussal fertőzöttek száma Szerbiában, de kevesebb tesztet is végeztek el. Most 29.365 személyt teszteltek, ebből 12.559 lett pozitív. Elhunyt újabb 19 beteg. A kórházban kezeltek száma továbbra is magas, több mint pénteken. 2391 beteg van egészségügyi intézményben, ez mintegy 20-szal több az előző naphoz képest. Lélegeztetőgépen 88-an vannak. Folyamatosan növekszik a koronavírusos betegek száma a Miseluki Covid kórházban. Jelenleg 205 pácienst kezelnek az újvidéki egészségügyi intézményben, közülük 22-en vannak lélegeztetőgépen. Azt, hogy pontosan hány személyt engedtek haza otthoni lábadozásra, és hogy hányan haltak meg, arról nem közölnek információt az illetékesek.
Folyamatosan romlik a járványügyi helyzet az Északbácskai körzetben, ahol jelenleg több mint 1300 aktív koronavírusos beteget tartanak nyilván. Szabadkán jelenleg 1157 aktív fertőzött van, ez aggasztó, hiszen január 1-én kevesebb, mint 200 beteg volt. A koronavírus 5. hullámában vagyunk, ami a járványügyi szakorvos szerint lehet, hogy az utolsó lesz. Szabadkán jelenleg 1157, Topolyán 75, Kishegyesen pedig 77 aktív koronavírussal fertőzött személyt tartanak nyilván. Év elején, tehát január 1-én volt Szabadkán kevesebb, mint 200 beteg, most pedig, ahogyan mondtam, 1157. Tehát megyünk fölfele, 5. hullámban vagyunk, messze még vagyunk a tetőzéstől, de biztos lesz nem sokára ez a maximum, mert az Omikron nagyon gyorsan terjed. A lapongás rövid, csak 3-4 nap, tehát nagyon nehéz kikerülni most ezt a fertőzést. A járványügyi szakorvos hozzátette, az Omikron variáns akár a koronavírus járvány végét is jelentheti. Hangsúlyozta, az immunológiai szempontból jó, ha Európa lakosságának 50%-a megfertőződik a feltételezések szerint enyhébb Omikron variánssal, mert akkor magasabb fokú immunitás alakulhat ki. Az Omikron inkább úgy viselkedik, mint egy felső légúti megbetegedés, enyhébb tünetekkel jelentkezik, ami azért jó, mert sokkal alacsonyabb a kórházba kerülés kockázata, tette hozzá Bohucki. Azok a személyek, akik koronavírus tüneteket észlelnek magukon, azok a mögöttem látható COVID-rendelőben tudnak jelentkezni. Az illetékesek felhívják a figyelmet arra, hogy nagyon fontos a járványügyi előírások betartása, tehát a maszkviselés, a fertőtlenítés és nem mellesleg a védőoltás felvétele. Folytatódik Novák Djokovic kálváriája Ausztráliában. Letartóztatták, majd visszavitték a menekültszállásra, írja a szerb sajtó. Mindeközben a szerb teniszező ügyvédei egy kisebb győzelemként értékelik azt, hogy a közép-európai idő szerint ma 23.30-kor kezdődő szövetségi bírósági tárgyaláson és ítélethirdetésen háromtagú bírói bizottság dönt majd a teniszező sorsáról. Novák Djokovic szombati meghallgatását követően David John O'Callaghan, ausztrál bíró úgy határozott, hogy a teniszező ügyében helyi idő szerint vasárnap reggel 9.30-kor hoznak döntést, azaz közép-európai idő szerint ma este 23.30-kor. A teniszezőt a meghallgatása után visszakísérték a Carlton's Park Hotelbe, ahol a hét elején is tartózkodnia kellett. Djokovic kitoloncolással néz szembe, miután másodszor is visszavonták a vízumát. A 34 éves sportolót az ausztrál hatóságok egészségügyi kockázatnak minősítették. Ha elutasítják a kérelmét, akár 3 évre is kiutasíthatják Ausztráliából. Ügyvédei irracionális eljárásra és döntésre hivatkoznak. Amennyiben Djokovic javára születik döntés, már hétfőn játszhatna az Australian Openen. A címvédő szerb első ellenfele az év első Grand Slam tornáján a szerb Miomir Kecmanovic lenne. Abban az esetben pedig, ha Djokovic megnyerni az ausztrál nyílt teniszbajnokságot, a sport történetének legsikeresebb férfi játékosa lenne 21 tornagyőzelemmel. Novák Djokovic vízumát először január 6-án Melbourne-i megérkezése után vonták vissza. Az ausztrál hatóságok akkor arra hivatkoztak, hogy a sportoló nem tudta megfelelő módon igazolni, hogy mentesül a vakcina kötelezettség alól. 5 napig a menekült szálláson tartották, majd egy bíró szabadon bocsájtotta, arra hivatkozva, hogy a határrendészek nem jártak el korrekt módon az érkezésekor. Péntek este azonban Alex Hawke bevándorlásügyi miniszter közbenjárására ismét elutasították a szerb sportoló vízumát. A migrációs törvény értelmében Hawke-nak lehetősége van kitoloncoltatni bárkit, akiről úgy ítélik meg, hogy potenciálisan veszélyezteti az ausztrál közösség egészségét és biztonságát. Az ügyben Scott Morrison ausztrál miniszterelnök is megszólalt. Arról beszélt, hogy a döntést óvatos és körültekintő egyeztetés előzte meg. Rafael Nadal spanyol teniszező nyilatkozatában azt mondta, az Australian Open jóval fontosabb, mint bármelyik játékos. Djokovic egyik legnagyobb riválisa szerint, amennyiben a szerb teniszező játszik, rendben van. De ha mégsem, az ausztrál torna nélküle is remek lesz.
A japán teniszezőnő Naomi Osaka is megszólalt a szerb világ első ügyében. Kellemetlen helyzetnek nevezte a mostanit, hangsúlyozva, hogy Djokovic kiváló játékos és sajnálatos, hogy az emberek majd erről emlékeznek rá. Osaka szerint az ausztrál hatóságoknak kell megoldaniuk a mostani szituációt. Daniil Medvegyev, a világ második legjobb teniszezője pedig feltette a kérdést, mi a valódi oka, hogy visszavonták Djokovic vízumát. Ha vakcina nélkül is engedélyezték számára a tornán való részvételt, akkor játszania is kell. Ha pedig mégsem érvényes ez az engedély, akkor az érintett országnak, ez esetben Ausztráliának, joga van azt megtagadni. Kérdés, hogy a bevándorlásügyi miniszter vétójának van-e jogi alapja, vagy egyszerűen nem szeretné, ha Djokovic játszana a tornán, mondta Medvegyev. A szerbiai népszavazás Koszovó területén való megszervezése ellen hozott ma határozatot a pristinai parlament, jelenti a szerb közmédia. A parlament rendkívüli ülésén 76 képviselő támogatta a javaslatot, míg ellene senki sem szavazott, ahogyan tartózkodás sem volt. A határozatjavaslatot a koszovói kormányfő terjesztette be, és korábban több parlamenti párt álláspontjával is harmonizálták, ugyanakkor komolyabb változtatások nem történtek a szövegben. Albin Kurti koszovói kormányfő felolvasta a határozat első felét, amelyben egyebek között az is állt, hogy a koszovói kormány tegyen meg minden szükséges intézkedést az integritás és szuverenitás megsértésének megakadályozásáért. Igor Simic, a szerb lista vezetője, a szavazás előtt kijelentette, a határozat elfogadása szembe megy a szerb nemzeti érdekekkel, így a szerb képviselők elhagyták az üléstermet és nem vettek részt a szavazáson. Ezen a szombaton is szerveztek tüntetéseket Szerbia szerte a Rio Tinto nevű cég itteni megjelenése ellen. A szerbiai környezetvédelmi egyesületek tömörülése által szervezett események középpontjában ezúttal is a lítium bányászat és annak környezetvédelmi hatásai álltak. Tüntetők zárták le az Ibári országutat, a Trbušnicai határátkelőre vezető utat. A demonstrálók vonultak ki a belgrádi Száva központhoz is, ahol az autópályán állították le a forgalmat, de megmozdulások voltak Kulán, Újvidéken és Verbászon is. Ott, ahol lezárták a forgalmat, hatalmas dugók alakultak ki. Sabacon és Preljinánál incidens is történt, több autós is megpróbált átjutni a demonstrálók útblokádján. A korábbi bejelentések szerint a tüntetők azt szeretnék elérni, hogy az állam által eddig a Rio Tintóval aláírt szerződéseket tegyék nyilvánossá, továbbá, hogy szüntessenek meg minden további együttműködést a céggel. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Kolbásztöltés, vérsütés, hájas kifli. A régi disznóvágások hagyományait idézték fel Padén. Véget ért a Dakar Rally. Szagmeister Gábor és Gyenes Emánuel is célba ért. Kémény tűz következtében rongálódott meg egy családi ház a múlt hétvégén Kulán. A kanyú házaspár ikerházban él, szerencsére a másik épületre nem terjedtek át a lángok. Aki tud, segíthet a szerencsétlenül járt családnak. A kémény kürt belsejében keletkezett égéstermék, korom és kátrán gyulladt be, majd terjedt át a tűz a tetőre. A tetőszerkezet teljesen kiégett, valamint a felső emeleti szobák és nyílászárók is tönkrementek, mondta el Kanyó Antal, nyugalmazott kulai pedagógus. Az a mi szerencse, hogy a földszint meg a pince az relatív épségben van, van vízünk, van áramunk, van, mondom, megvagyunk, vagy lehetünk benne az, hogy minden vizes, mert ahogy jöttek a tűzoltók, akkor mindent locsoltak, és akkor persze, az mondom, sokat, nagyon kár. A közösség összefogott, és segítik a takarítási és felújítási munkálatokat. Kula község önkormányzata anyagi támogatást biztosított a családnak, valamint a helyi Népkör Magyar Művelődési Központ és a Szent György plébánia is gyűjtést szerveznek, emelte ki Valka Károly, alpolgármester. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó, nagyon jó összefogás, és a személyesen úgy érzem, hogy az egész baj mellett így tényleg látszik, hogy a polgárok összefogtak, úgy a vállalkozók is, meg a polgárok is, maguk is, tehát igyekszünk mi maximálisan segíteni a családnak.
Akik támogatni szeretnék a családot, anyagi hozzájárulásukat Kanyó Antal számlaszámára tudják befizetni. Az adatok hozzá a következők. 325-93-006-000-69373-26 a számlaszám, amely folyószámla az OTP csoporthoz tartozó Vajdasági Bankban van. Átfestették a Magyar Kanizsai Egészségház gyermekosztályának mind a 4 gyermekrendelőjét. Egy belgrádi marketing cég az ország egészségházainak állapotáról készített felmérésének köszönhetően részesült adományban a Tiszamenti település intézménye. A festést egy belgrádi gyógyszergyártó vállalat finanszírozta, amelynek értéke 50 000 dinár volt. A felújítás 2 okból is fontos. A pácienseket az adománynak köszönhetően egy higiénikusabb környezetben lehet ellátni, illetve a dolgozók munkakörülményei is javulnak. Nagyon örülünk, hogy a privát cégek is felmérik azt a helyzetet, hogy könnyebb egy kicsit segíteni bármilyen mértékben, és ezzel az egészségét óvni a dolgozóknak is, illetve hát a minden lakosnak a környezetünkbe, és így megakadályozni a lebetegedést, inkább megelőzzünk, mint hogy gyógyítsunk, és nekik is érdekük valójában, hogy egészséges dolgozóik legyenek, akik nem esnek ki a munkából. Hagyományos szalmás pörköléssel, a nagyanyáink idejéből ismert tradicionális feldolgozás általi disznótort tartottak padén. A baráti összejövetel célja az volt, hogy az idősebb nemzedék a fiatalokkal is megismertesse a régen közkedvelt szokást. Ott jártunkkor már nem visított a malac, hiszen a hajnali órákban megkezdődött a tradicionális disznótor. Guba Károly jól emlékszik arra az időre, amikor állítása szerint egy igazi közösségélmény volt ez a szokás. Összejött a család, mert összejött minden, és akkor együtt csinálták. De máma úgy van, hogy ne jöjjön senki, mert csak egy-kettő disznó vágás, meg azért mondom, hogy disznó vágás, mert disznó tor, az 2 külön fogalom. A gyermekek, akik számára létrejött ez az esemény, örömmel vették ki a részüket a sertéstor minden folyamatából. Szoktatok-e otthon disznó tor tartani, és hogyha igen, akkor miben más az otthoni, meg amit most láttál az itteni? Hát igen, szoktunk, és abban, hogy mink nem ez a hagyományosan szoktuk csinálni, hanem ezzel az újfajta gázzal. Miközben készült a hájas kifli, zajlott a kolbász és a hurka töltéshez nélkülözhetetlen belek mosása, az idősebb korosztály anekdótáit hallgatták a fiatalok. A mostani rendezvény egyik célja az volt, hogy a gyermekek is érezzék, milyen széles körűek a magyar hagyományok, mondta Komáromi Róbert, a rendezvény szervezője. Én bízok benne, hogy a gyerekeket ebben a kemény munkával, az elmúlt pár évben, 5-6 évben belementünk ebbe a mókuskerékbe, hogy az forog. Én bízok benne, hogy lehet őket visszahajtani a régi időkbe, meg tudják a régi szokásainkat, hagyományainkat, és ez már nem csak meg tudni ápolni is, és sőt továbbadni. Azért van itt minden idős is, vagy minden fiatal, hogy tanuljanak tőlük. A most első alkalommal megszervezett vigasságot igyekeznek a helyiek évről évre megtartani ezentúl is, nem hagyva ezzel feledésbe merülni ezt a szokást. Régi idő karácsonyai és szilveszteri mulatságai volt a témája a Nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben megtartott találkozások az Úri utcában elnevezésű rendezvénynek. A cél nem csak a múlt felelevenítése, illetve az egykori és a mai szokások közötti párhuzamnak a felállítása volt, hanem az, hogy a közönséget is bevonják a beszélgetésbe. Úgy tűnik, hogy mindkét elgondolást sikerült teljesíteni. A karácsony és szilveszter megünneplése a polgári szokás kultúrában nagy hagyománnyal rendelkezik, hangzott el a rendezvényen. A korabeli sajtó nyomán elevenedik fel mindaz, ami jellemezte a 19. század végén és a 20. század elején, tehát nagyanyáink, dédanyáink korában 2 ünnep megemlékezését. Az, ami már kiveszett ebből a hagyományrendszerből, az mindenképpen a már a Christkindli is, ugye a karácsonyi ajándék, illetve a karácsony fia is kiveszett az újévi üdvözletek, gratulációk megváltása se él már.
A rendezvény sorozat kezdeményezői Klem József, Vencel Valentin és Heinermann Péter is felidézték a karácsonyhoz kötődő emlékeiket. Léphaf Pál pedig, aki ezúttal nem tudott jelen lenni, egy izgalmas karácsonyi történetről küldött írást. Ezek azok a polgári élmények, amelyek itt Becskereken, a családi körben, lakásban, karácsonyfa mellett történtek. Tehát valami olyasmi, ami a családhoz, az anyai szeretethez kapcsolódik, fűződik. Az estet színesebbé tették a vetítő vászlón bemutatott alkalmi versek és Kónya Sándor versénekes néprajzkutató fellépése, aki Észak-Bánátban Csóka, Majdány, Egyházaskér és Fekete Tó térségéből gyűjtött anyagából adott elő dalokat. Arra kértek meg a szervezők, hogy ilyen zenei illusztrációkat adjak a Németh Ferenc előadásához, aki ugye a régi karácsonyokról, új évekről tart előadást. Hát én vajdasági népénekeket fogok énekelni, tehát néhány nyat a megváltó várásáról, adventi éneket, karácsonyi éneket, pásztori éneket, és egy-két újévi éneket is. A rendezvény sorozat szervezői, Újvidéken élő egykori nagybecskörekiek bíznak abban, hogy az első úri utcai találkozásokon megmutatkozott érdeklődés nem csak kezdeti fellendülés volt a nagybecskereki magyarság művelődési életében, hanem hagyományjá válik majd. Szeretnénk egy érdekes estet tartani a Nevető Nagybecskerek címmel, ahol visszapillantánk arra, hogy miként indult be Nagybecskereken az első humoros napilap, valahol még a 19. században, és ennek kapcsán olyan embereket idehozni, akik valóban meg tudják nevetetni a közönséget. Ugyanígy van egy nagyon fontos témánk, amely a délbanáti oktatás, magyar nyelvű oktatással foglalkozna, és akkor ide olyan fontos vendégeket hívnánk, akik meg tudnák válaszolni azt, hogy van-e a magyar nyelvű oktatásnak jövője Nagybecskereken. A találkozások az Úri utcában következő rendezvényét februárra tervezik. Idén először szerveztek interaktív templomlátogatást a gyerekeknek az Entai Jézus Szívet plébánián. Tavalyhoz képest most sokkal nagyobb volt az érdeklődés. A szervezők a keresztény életvitelt igyekeztek közelebb vinni a fiatalokhoz. Mintegy 100 gyermek fürkésző tekintettel figyelte a zentai Jézus Szíve plébánia templomban megtartott interaktív előadásokat. A 6 éves Fejér Kiara édesanyjával és testvérével érkezett az eseményre. Szoktatok-e otthon a szüleitekkel imádkozni? Hát nem mindig szoktunk otthon, de én néha este szoktam imádkozni. És mi az, amit tudsz a jó Istenről? Hát azt ad, hogy születét, még ki az apukája, meg az anyukája. Akár az orgona sípokat és a reverendákat is megnézhették a fiatalok. Volt, aki a mise kezdetét jelző csengőt is megszólaltatta. Kis Zsolt 3 gyermekes édesapa elismerően nyilatkozott a hiánypótló eseményről, mert szerinte ez is segít, hogy a gyermekekhez közelebb vigye a vallást. Jézus Szívvel látogatásra jöttünk az idősebbi kislányommal, hogy meglássa is, hogy mi is van a háttérben a Szent Misének. Megismerkedünk az orgonával, megismerkedünk a gyónófülkével, vagy a gyóntatószékkel, minden olyannal, ami úgymond mindennapos nekünk, de nem látunk mögéje. Az interaktív templom ismertetőt második alkalommal szervezték meg Zentán. Célja, hogy a felnövekvő nemzedék számára bemutassák azokat a kellékeket, amelyek egy-egy szentmise vagy liturgikus esemény kapcsán nem mindig láthatók. Mondta el az esemény szervezője Rácz Szabó István. Például az orgonának a hátulját. Hogy szólal meg az orgona? Hol ül a plébános, amikor gyóntat? Például azt sem látják a gyerekek, hogy egy szentmisére hol készül fel a tisztelendő atya, illetve hogy hol öltöznek a minisztránsok. Mindezek olyan fontos dolgok, amelyet a hívők nem mindig látnak, mégis a vallás szerves részei, tette hozzá a szervező.
Folytatódik a napos csapadékmentes időjárás térségünkben. Hajnalban ugyan lesznek enyhébb fagyok, de a mínusz 5 és 1 fok között alakuló reggeli hőmérséklet után akár 10 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. A napos hétvégét követően nem kell nagyobb változásra számítani, hiszen a jövő heti időjárás is hasonlóan alakul majd. A reggeli enyhe fagyokat követően napos, 7 fokos maximumokkal kell számolnunk. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 fok körül alakul majd. Csapadékra csak a jövő hét második felében van kilátás. Közel 8000 kilométer megtétele után célba ért a Dakar Rally. A 2022-es kiírásban egyetlen címvédés történt, mégpedig a kamionosoknál, ahol a Kamaz lett az első. A motorosok versenyében Gyenes Emánuel az összesített mezőnyben a 40. lett, Szagmeister Gábor pedig a 106. helyen ért célba. A 2022-es Dakar Rally Bishach és Jidda között ért véget, ahol elsőként Pablo Quintanilla ért célba a Hondával. Nem sikerült ledolgozni a hátrányát Sam Sunderlanddel szemben, így a brit pályafutása során másodszor lett első a világ legnehezebb tereprali versenyén, és 2 év után visszajuttatta a KTM-et a trónra. In one side I'm so happy, and every time I hear someone say you won, I'm super happy, but then, fuck, I don't know, my head is exploded, you know? So good. A kétkerekűek versenyében Szagmeister Gábor 106. helyen végzett, a Mahle Moto géposztályban pedig a 27. lett. Nagyon nagy dolog, hogy 11. alkalommal is itt vagyok a célba, és a motort is még saját magam, és sikerült sérülésmentesen behozni. Én nem tudom visszamenőleg, hány évre visszamenőleg sérülésmentesen beérkezni a Dakar célba, nekem az főnyeremény volt. Most az idén sikerült. Azt hiszem, hogy saját kategóriámban 25.-6. helyen végeztem, úgyhogy nagyon boldog vagyok ezáltal is. A legkomolyabb kategóriát választottam megint, a Mahle Moto kategóriát, a saját magad vagy mindenek mestere, te is hajtod a motort, te is szerelsz. Gyenes Emánuel összesítettben a 40. lett, a szerelő nélküli kategóriában pedig az 5. helyen fejezte be a versenyt. 10-szer végigmentem a Dakaron, 12 alkalomból, ami egy elég jó arány. Igen, ez egy nem egy olyan verseny volt, amit, és ahogy én elképzeltem, de nagyon örülök, hogy itt vagyok. Tehát semmi okom nincs arra, hogy szomorú legyek. Persze voltak jobb napjaim, rosszabb napjaim. A technika az elég sokszor közbeszólt ezen a versenyen, de ez a verseny része ez is. A világ legnépszerűbb és legnehezebb tereprali versenyének 44. kiírásában az autósoknál a 12. szakaszt Stefan Peterhansel nyerte meg az Audival, ami a német gyártó 6. szakasz győzelme volt a 2022-es versenyen, de összesítettben a Toyota diadalmaskodott Nasser Al-Attiyahnak köszönhetően. A katari versenyző 4. alkalommal lett a legjobb, megelőzve a 9-szeres rally világbajnok Sebastian Loebet. A kamionosok között történt az egyetlen 2-szeres címvédés. Dmitrij Szotnikov másodszor lett első, az idén is 5 szakasz győzelmet jegyzett. A dobogó 2. és 3. fokára is a Kamaz versenyzői állhattak fel, Eduard Nikolajev, Anton Szibalov sorrendben. Eddig tartott hírműsorunk, lássuk, mely fontosabb témákkal foglalkoztunk ma a híradóban. 12 óra alatt 250.000 fiatal regisztrált a 100 eurós állami támogatásra. Február első napjaiban indul meg a folyósítás. Az alkotmány igazságügyre vonatkozó rendelkezéseiről tartanak holnap népszavazást Szerbiában. Holnaptól visszaáll a korábbi munkarend a Királyhalom, Ásotthalom és a Bajmok Bácsalmás határátkelőkön. Továbbra is 12.000 felett alakul a koronavírus fertőzöttek száma Szerbiában. Ma este 11:30-kor véget érhet a Djokovic dráma. Döntést hoz az Ausztrál Szövetségi Bíróság.
Köszönjük szépen, hogy követték műsorunkat. A pannonrtv.com-on még több hír várja önöket, és riportjaink is visszanézhetők. Ha tehetik, folytassák velünk az estét. Minden jót, viszontlátásra!